Üdvözlök mindenkit! Sokat gondolkodtam azon, hogy ezt a videót még csináljam, vagy nem. De mivel 12.04 és Ubuntu még 2 évig lesz támogatva, illetve én is visszaadtam inkább erre a rendszerre, ezért úgy gondoltam, hogy talán mégis megcsinálom ezt a videót is. Ugye ez nem másról fog szólni, mint Android 4-es, illetve 4-nél újabb operációs rendszerű eszközök csatlakoztatása Ubuntu 12.04-re. Szóval kezdjük is el. A legelső dolog, hogy aki megteheti, illetve aki úgy gondolja, hogy nem nagy probléma volt, az inkább váltson 14.04-es Ubuntu-ra, mégpedig azért, mert ugye az Android 4-es és annál újabb operációs rendszerekkel ellátott eszközök MTP protokollt használnak, és a 12.04-esnek ugye ez nem fekszik. Viszont 14.04-nél ez már teljesen megvan oldva, teljes MTP támogatás, úgyhogy felismeri az szinte az összes androidos eszközt, és nem csak hogy felismeri, ugye, hanem a eszköz saját belső tárolóját is lássuk, illetve az SD kártyát is, ha van csatlakoztatva. Na de most beszéljünk ugye Ubuntu 12.04-ről, hogyha mégis valaki ezt szeretné használni, úgy mint én, akkor itt hogy oldhassa meg. Ugye a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás az USB kábellel történő kapcsolat. Na most itt úgy lehet megoldani, hogy az eszközünket attalítsuk, hogy a SD kártyát lássa csak a számítógép, azt úgy ismeri fel, mint USB kulcs, tehát semmi probléma nem lesz ebben az MTP támogatása. Természetesen ilyenkor a telefon vagy táblagép belső memóriája, belső tárolója nem látható, csak is az SD kártya. Ezt ugye nem tekintem túl nagy problémának, mivel manapság létezik Androidra sok fájlkezelő, ilyen például a Total Commander, amit a Google Play-ről ingyenesen lehet tölteni, és segítségével az SD kártyáról ott lehet helyezni vagy másolni a fájlokat, videókat, képet, bármit a eszköz saját belső tárolójára is, illetve vice versa, tehát visszafele is működik. Úgyhogy szerintem ezzel nincs gond, hogy ezt hogy is oltassuk meg. Ugye bemegyünk a telefon beállításaiba. Én nekem a beállításokon belül az Xperia menüpont alatt van olyan, hogy kapcsolódás. El tudom képzelni, hogy más eszközökön ez máshol található meg, de biztos, hogy van ugyanez a menüpont. Belemegyünk, akkor itt van olyan, hogy USB kapcsolódási mód. Ugye alap esetben ez a média átviteli mód, ez az a bizonyos MTP protokoll, amit a 12.04 nem támogat. Kattintsunk rá, és kiválaszthassuk az adattárolási módot, ilyenkor lesz az, hogy csak az SD kártyát lássa a számítógép, és felismeri, mint USB kulcs. Természetesen ez a leggyorsabb megoldás, tehát ennél gyorsabb megoldás nincs, úgyhogy érdemes ezt használni. Második lehetőség, nem más, mint a Google Drive. Ugye a Google egy 15 gigas, teljesen ingyenes felhőt biztosít nekünk, ami a legtöbb Android operációs rendszerben alapból megtalálható. Ugye ezt a ikont kell keresnünk. Ha esetleg nincs benne, ez teljesen ingyenesen telepíthető a Google Play-ről, és mint mondtam, 15 gigas helyet biztosít. Ehhez viszont ugye internet kapcsolat kell a telefonnak, illetve a számítógépnek is. A Google Drive-ra föltöltött fájlokat szinkronizálhassuk a számítógépünkkel, mégpedig InSync, illetve Sync Drive szoftverek segítségével Linuxra. Erről már előzőleg voltak videók, úgyhogy érdemes a videóim között egy kicsit keresgélni, és ott volt ezekről már szó. Tehát ez a legjobb esetben is Wi-Fi-s kapcsolattal működik, úgyhogy ez nem olyan gyors, mint a USB-s megoldás, de ez is szóba jöhet. A harmadik megoldás, ami a legkomplexebb, ami a legtöbb lehetőséget biztosítsa nekünk, az nem más, mint az AirDroid.
ami szintén ingyenesen telepíthető a Google Play-ről. Ugye először is a telefonon állítsuk ezt be. Ugye ezt az ikont kell keresni, és ezt kell beírni a keresőbe, Android, Android a PC-n. És telepítsük. Ugye, mint mondtam, így kell keresni ezt a Google Play-en. Tehát ezt és ezt kell telepíteni. Az Androidnak nagyon nagy előnye az, hogy minden elérhető a telefonról, tehát a telefon SD kártyája is elérhető Android segítségével. Szinte ugye elérhető a saját belső tárolója, elérhetőek a nevek, az SMS-ek, tehát minden, ami az telefonunkon van, az elérhető Android segítségével. Sőt, két módban is képes működni, mégpedig saját belső hálózatban. Amikor a telefonunkat rögtön egy Wi-Fi router, vagy pedig egy Wi-Fi modem segítségével csatlakoztassuk a géphez. Tehát a gép is rá van kötve erre a modemre, vagy routerre, vagy és a telefon is Wi-Fi-ről rá csatlakozik ugyanerre a modemre, vagy routerre. Vagy abban az esetben, hogyha notebookunk van, akkor a notebook Wi-Fi vevőjét attalítsuk csatlakozási pontra, és akkor ahol csatlakozunk wifi segítségével a telefonunkkal, vagy pedig ugye a számítógépünkre is vehessük ezeket a kis wifi USB kulcsokat, amik szintén attalíthatók nem csak vevőre, hanem csatlakozási pontra is, és simán rá csatlakozunk vele a telefonnal. A másik lehetőség pedig ugye interneten keresztüli elérés, amikor weboldalról csatlakozunk. Ugye ilyenkor valamilyen mobil internetre van szükségünk, illetve a számítógépünknek is internet kapcsolat kell. Ezzel csak az egy probléma, hogy gyakorlatilag bárhonnanról tudunk csatlakozni Androiddal a telefonunkra, tehát nem muszáj, hogy pont mellettünk legyen a telefon, vagy a lakásban legyen. Viszont 200 megas a keretünk, tehát 200 megas adatforgalmat nem léphessük túl. Ugye, mint mondtam, belső hálózatnál akar mekkora adatforgalmunk lehet, nem probléma. Telepítés után ugye a menüben így néz ki az Android ikon, indítsuk is el. Elindításnál ugye ez a képernyő fogad minket, bejelentkezés vagy regisztráció kattint, nyomjunk is rá. Ugye először be akar jelentkeztetni minket. Na már most nem baj, hogy érdemes ugye Google profillal följelentkezni, de hiába a Google profil, ezt külön kell regisztrálni az Android rendszerben is. Tehát akkor jön be ez a képernyő. Ugye nyugodtan beírkoljuk az adatokat, rá kattintunk a Singin, és ugye, hogyha még nem vagyunk az Androidba beregisztrálva, akkor ez a képernyő fogad minket. Ugye itt az első sorban szintén a e-mail címünk, tehát ugyanez kukac@gmail.com. Persze mindenkinek a saját e-mail címe, nem hogy az enyémet írkoljak be. Ugye kétszer megadjuk a jelszót, ennek a jelszónak nem muszáj a Gmail és fiókunkhoz tartozó jelszónak lenni, ez akármilyen jelszó lehet, mert a Androidra jelentkezünk ugye fel. Csak ezt a jelszót meg is kell természetesen jegyezni, mert később fog kelleni. És egy felhasználó név. Innentől kezdve rá kattintunk, hogy új fiók, és mostantól kezdve ugye ezekkel az adatokkal be tudunk jelentkezni az Androidba. Ugye itten engedélyezni kell a webes elérést. Ugye itten a kisegítő lehetőségekbe le kell kicsit görgetni, és ott van webes elérés, illetve az Android értesítések, ezeket is be kell kapcsolni. Tehát ez az Android értesítés tükröző szolgáltatás kikapcsolva, nem muszáj természetesen bekapcsolni, de érdemesebb bekapcsolni. Ugye, amikor ezeken a beállításokon is túljutottunk, akkor ez a képernyő fogad minket. És mint mondtam, ugye itten két lehetőségünk van. Vagy az internet segítségével csatlakozunk, erre van ez a http://web.android.com, vagy pedig ugye a saját hálózaton. Most kipróbáljuk mind a kettőt. Ezt is csak így megjegyzésképpen. Érdemes a Chromiumot, a Google webböngészőjét használni, mivel ugye mind a kettő Google-ös termék, így sokkal komplexebb támogatást kapunk.
Indítsuk is el a te hata chrómiumot. Természetesen akarmilyen webböngészőnél, webböngészővel lehet használni, csak ne csodálkozzunk, ha ott egy kicsit ilyen meg olyan problémák lesznek. Én azt hiszem, megmutatom mind a két lehetőséget. Tehát első, amikor a http://2.webaildroid.com, tehát az internetes lehetőséget mutatom be. Ugye ilyenkor ugyanazzal a e-mail címmel, illetve jelszóval be kell jelentkeznünk, mint amit használtunk, mint amivel ugye bejelentkeztünk a telefonnal is. Ugye én már is felejtettem, hogy mi volt az, úgyhogy most egy kicsit próbálkozunk. Na, meg is van. Ugye ugyanazt a e-mail címet és ugyanazt a jelszót kell használni, amivel telefonba is bejelentkeztünk. Ilyenkor ugye ő csatlakozik a telefonhoz. Ezt a telefonunk jelzi is, hogyha megtörtént a csatlakozás, ugye ennek így kell történnie. És ugye itt megkapjuk ezt a kezelőfelületet a webböngésző segítségével, itt ugye mutassa a telefon jelenlegi állapotát, itt mutassa ugye egyes értesítéseket, mint például hívós üzenetek, lent mutassa az akkumulátor jelenlegi szintjét, a szignál, hogy mennyi van a telefonon, illetve ugye a wifi be van indítva, és ez egy lenti tolca, tehát ha valamit megnyitok, mint például a fájlokat, ezek között ugye itt lent fogunk tudni változtatni. Csak az zárójelben mondom azt ott, hogy Windowsra, illetve Macintosra, macOS-ra ez nem csak webböngészőn keresztül működik, hanem van natív alkalmazás is rá, amit telepíthetünk, és nem kell webböngészőkkel szórakoznunk. Ugye, hogyha itt kész vagyunk, mindjárt bemutatom amúgy ezt is, de csak úgy mellesleg, hogyha netantan ezzel kész vagyunk, akkor ugye itt a kikapcsoló gomb. Biztosan ki kell jelentkezni. Igen, oké. És ki is jelentkezik. Ugye a másik megoldás, amit mondtam, ez a lokális dolog. Itt ugye rá kell nyomni a telefonbárra az acceptra. Most különben nem csatlakozik fel, de ami rányomtunk, hogy accept, fölcsatlakozik, és ugye ugyanezt a felületet kapjuk, csak annyi különbséggel, hogy most már helyi hálózaton dolgozunk. Ugye ez az a IP cím, amit a telefon nekünk megad, ezt be kell pötyögtetnünk a webböngészőbe, és már megyünk is. Ugye itt ugyanúgy megkapjuk a telefon adatait, ugye itt az első micsoda a telefonnak a első ilyen vonal a telefonnak a belső tárolója, hogy mennyit használunk és mennyi szabad. A második az SD kártya. Ugye a legelső pedig az, hogy tulajdonképpen még mennyi alkalmazást telepíthetünk, tehát az alkalmazásoknak fenntartott hely. Ugye itt rákattinthatunk a részletekre, és akkor így szépen több mindent kilistáz nekünk tulajdonképpen. Mint mondtam, így elérhetőek az üzenetek is, illetve névjegyzék is elérhető. Tehát minden, ami a telefonon van, igazság szerint az Android segítségével elérhetővé válik. Ugye itt van a fájlkezelőnk, praktikusan fájloknak nevezték el. Kicsit becsapós, mivel itt mutassa, hogy SD kártya, de valójában nem SD kártya, hanem ez még a telefon belső memóriója. Tehát a belső tároló, hanem a valójában az SD kártya a külső SD nevet kapta. Kicsit becsapós, de ez van, ez a külső SD az SD kártya, ez pedig a telefon belső tárolója. Hogy is működik ez? Tehát például most ugye el akarok menteni valami képet, alkalmazott bármit, amit ugye itten a telefon memóriójában tárolok. Például mit?
Hát legyen valami kép, az a legegyszerűbb, ugye screenshots. Ugye itt a Wi-Fin keresztül dolgozunk, tehát egy kis idő még megnyissa. És például legyen ez. Tehát ezt akarom elmenteni. Megfogom egész egyszerűen, rányomok a letöltésre. És itt már lássuk is, hogy a Chromium letöltötte. Na most azért jó Chromiumot használni, mivel itt egyszerre az összeset is akkor letölthetem, vagy többet. Ekkor megfogom egész egyszerűen az egér, lenyomva tartom, kijelölök, mint például most ezt a négyet, nem akarom az összeset, csak ezt a négyet. Megfogom, rákattintok a letöltésre, és zip formában letölti mind a négy képet. Hogyan működik a feltöltés? Ugye ugyanebben a mappal például be föl akarok tölteni valamit, akkor nem a letöltésre kattintok, hanem feltöltésre. Itt már mutassa is, hogy a feltöltéshez húzzak ide azt, amit fel akarok tölteni. Mit én tudjam, most a képek közül fel akarom tölteni háttérképnek ezt a képet, behúzom. És ma mutassa is, hogy sikeres. Ma fel van töltve, tehát ez ma a telefonon van. Itt is van. Ugye itt több funkció is van, most mindent nem fogom bemutatni. Ezek azok a funkciók, amik szerintem a legcélszerűbbek. Aki akarja, szerintem üljön le az Android mellé, és egy fél óra arra is próbálja ki az összes többi funkciót is. Én köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna ez a gyors bemutató.